Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk, hogyan érintik a koronavírus járvány miatti szigorítások a baranyai és tolnai sportegyesületeket. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A versenyszezon kezdete előtt zártak be a tornatermek, és tértek át az egyéni online edzés munkára a tornászok. A kemény munka mellett kihívásokkal is motiválják egymást. A PSN ZRT egyik versenyzője például a világ legjobb tornásznője kihívását teljesítette. Az amerikai Simone Biles kézállás helyzetben levette a melegítő alsóját, Bogi pedig megdöntötte a rekordot. Trombitás Hanna a Torna Diákolimpia megyei döntőjén nagyon boldog volt, hogy ütőképes, jó csapattal tudtak kiállni. Az azt követő országos elődöntőn másodikak lettek, de a koronavírus járvány terjedése miatt az országos fordulót már nem rendezték meg. A Magyar Diák Sport Szövetség pedig közleményben tájékoztatta az érintetteket, hogy a 2019-20-as diákolimpiai szezont befejezetnek nyilvánítja. Az MDS közleménye szerint kizárólag a lezajlott országos fordulók eredménye alapján állítanak ki igazolást, a felsőoktatási felvételi eljárás során érvényesíthető többletpontokról, így tornasportágban nem. Ez nem túlságosan jól érint engem, mivel így, hogy eltörölték a döntőt, így senkinek nem osztják ki a 10 pontot. És nyilván én számítottam erre a 10 pontra, meg a csapattársaim is számítottak rá. Most 11-es vagyok, úgyhogy még van, lesz egy évem jövőre, de az azért sokkal nagyobb stressz ott az érettségi előtt a diákolimpián versenyezni, tudva azt, hogy ez az utolsó, és ezért szerettem volna, hogyha ez előbb megvan, de hát így jött ki. Jó esélyeink voltak, hogyha az elődöntők eredményei alapján az egész országban másodikak lettünk. Szóval szerintem voltak esélyünk, ugyan előző évben nem sikerült benne lenni az első háromba, de idén erősebbnek éreztem a csapatot, és ezért úgy gondoltam, hogy éreztem, hogy idén ez meg lehet, de hát nem sikerült. 6 hete online edzésekkel készülnek a PSN ZRT versenytornászai. Hanna, aki nem csak a diákolimpiákon, hanem a szövetségi versenyeken is szép eredményeket ért már el, a többi tornászhoz hasonlóan edzésterv alapján készül egyedül. Itthon szoktam edzeni, az edzői minden héten küldik a feladatokat, és erről nekünk visszajelzést is kell adni, vagy videó, vagy valami szöveges formában, és ez napi egy-másfél órát vesz igénybe, amíg én itt edzegetek. Szeretném folytatni, mert tudom, hogy a mozgás az nagyon fontos, és én nagyon szeretem a tornát, ezért egyetemen, vagy hát gimnázium után is próbálnám ezt folytatni. Nem tudom, hogy ez mennyire fog sikerülni, nem tudom, hogy az egyetemen mennyi időm lesz, de tudom, hogy más formáját a sportnak nem csinálnám ilyen szívesen. A szakemberek véleménye az, hogy ebben a helyzetben fejlődni nem lehet, maximum az erőálló képességet lehet szinten tartani. Pont március 19-e, 20-a, valahogy így kezdtünk volna, és ugye a 15-ei héttel megbezártunk, úgyhogy tulajdonképpen most kaptunk a szövetségtől egy e-mailt, hogy május 31-ig törölve van az összes verseny, és ezt az őszieket meglátjuk, hogy azt meg tudjuk-e egyáltalán csinálni, vagy meg tudják-e tartani. Úgyhogy nekünk ez most nagyon nagy kiesés, mert most jutottunk el oda 25-30 év után, hogy újra serdülő egyet tudtunk volna indítani, és most kezdtük volna el. Úgyhogy hát talán ősszel reménykedünk. Szerintem nem lesz lemorzsolódás, nekünk 10 versenyzőnk van tulajdonképpen, ami két korcsoportot ölel fel, illetve a Hanna, Trombitás Hanna, aki a felnőtt kettőbe indul, ő az egy versenyzőnk van már felnőtt. Szerintem nagyon szépen dolgoznak, mivel itt azért 10-11-12 éves gyerekekről van szó, ugye a Hannát kivéve, ők nagyon lelkesek még, és nagyon szeretnének már jönni, meg kezdeni, úgyhogy mindig kérdezik, hogy mikor kezdhetünk, mert remélem nem veszítünk el senkit. Hát ugye ez egy olyan technikai sport, amit minden nap kéne csinálni, nincsen se korlát, se ugrás, se nagy talaj, otthon se gerenda. Vannak pici gerendák, azért azon próbálkoznak a lányok, meg én mondom, hogy a gerenda gyakorlatot meg kell csinálni, azt el is küldik, de hát nyilván nem gerendán tudják megcsinálni.
ilyen alaptechnikai elemeket tudunk gyakorolni, és akkor én beszélgetek, meg hát tartjuk a kapcsolatot ugye a válogatott, a korosztályos válogatott edzőjével, más kollégákkal is, és ők is azt mondták, hogy az erőlétnek kell meglenni, nyilván a lazaság azt most lehet, tehát lazítani most lehet a gyerekeknek. Futás, gimnasztika, erősítés, lazítás és minden nap más alapelem gyakorlása. Egy hetes edzésterveket készítenek versenyzőiknek a PSN ZRT edzői, majd délután 4 és este 8 óra között megnézik az aznapi videókat és javítják a technikát, de az edzői jelenlétet nem lehet pótolni, vallják a szakemberek. Ugye a Munival egyeztetjük, hogy milyen feladatokat is kéne csinálni, és akkor próbálok én ehhez ilyen referenciáinkat keresni a YouTube-on, ugye nagyon-nagyon sok videó található fönn torna a témában, és amerikaiak, franciák, hollandok nagyon-nagyon sok ilyen oktató videókat tesznek föl, és ezeket adom én tovább a lányoknak, és ugye ez ad nekik egy ilyen vizuális élményt is ahhoz, hogy mit kell csinálni, nem csak leírva látják a feladatokat. A kemény edzésmunka mellett kihívásokkal is motiválják egymást a tornászok. A PSN ZRT egy versenyzője például a világ legjobb tornásznője kihívását teljesítette. Az amerikai Simone Biles kézállás helyzetben levette a melegítő alsóját, Bogi pedig megdöntötte a rekordot. A következő szezonban biztosan nem Lukács Gergely irányítja majd az OB1-es vízilabda csapat munkáját. A szakember családja nyáron bővül, és három gyerekkel már nem tudja vállalni az esti edzések és a hétvégi meccsek levezénylését. Lukács Gergely, aki nem távolodik el a pécsi vízilabdától, az utánpótlásban továbbra is szakosztályvezetőként tevékenykedik majd. Épp fordított helyzetben van a PVSK meccsek fűszért vízilabda csapata, mint amilyenben lenni szokott. Az elmúlt években ugyanis először mindig a vezetőedzővel állapodtak meg, most viszont Lukács Gergely nem hosszabbítja meg lejáró szerződését. Ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Igazából a családi okok azok, amik a vezérfonalai voltak ennek a döntésnek, hiszen június végére várjuk a harmadik csemeténket a párommal, és nagyon-nagyon nem szerettem volna, hogyha munkám a családi életemnek a rovására megy. Úgyhogy tényleg sokat vaciláltam, hiszen azért nagyon szeretem csinálni, és nagyon szerettem csinálni az OB1-es edzésmunkát, de most azt gondolom, hogy egy másik téren kell helytállnom, de ahogy kérdezted is, nem távolodom el a pécsi vízilabdától. Nekem azért az elmúlt években nagyon sok munkát végeztem egy személyben, hiszen ugye amellett, hogy az OB1-es csapatnak voltam az edzője, az utánpótlásnak gyakorlatilag szakosztályvezetője, szakmai igazgatója egy személyben, a Dunántúli területi igazgatóként dolgoztam a Vízilabda Szövetségben, dolgozom most is, ugye 2019-ben junior válogatott másodedző is voltam, tehát tényleg nagyon leterhelt lettem is, és nagyon-nagyon kevés időm maradt arra, hogy a gyerekeimmel foglalkozzak, úgyhogy lesz mit csinálnom, az utánpótlás vezetői munkámat természetesen nem adom föl, sőt, nagyon-nagyon komoly terveim vannak, én azt gondolom, hogy óriási lehetőség előtt áll a pécsi utánpótlás, lehet tovább építeni, rengeteg tehetséges játékos van a csapatban, és nagyon szeretném azt, hogyha Csaba Marcikat, Lajkó Marcikat tudnak a következő években is nevelni. A bajnokság hivatalos megfogalmazás szerint most szünetel. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége május 11-én ül össze, akkor derül ki, lesz-e folytatás, és ha igen, mikor és hogyan. A játékosokkal egyébként már tárgyalta a PVSK meccsek fűszért vezetősége. Ketten biztosan távoznak, a többiek pedig azt jelezték, hogy a kényszer szünet után is itt szeretnék folytatni pályafutásukat. A cél, hogy a csapat gerince megmaradjon. Gyakorlatilag én már február óta azon dolgozom, hogy a Gergőn helyett valamilyen olyan megfelelő, ide Pécsre illő szakembert próbáljunk meg ide csábítani, aki azt az irányt tudja továbbvinni a csapattal, amit az elmúlt 4-5 évben jellemző volt ránk, tehát helyi pécsi fiatalok beépítése a csapatba, olyan tehetséges magyar játékosok beépítése, illetve felépítése, mint például amilyen a Csacsovszky Erik volt, aki most az Egerben játszik, és nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújt, hétről hétre nyújtott, amíg a bajnokság volt. Tehát ezt az irányt szeretnénk továbbvinni, és dolgozunk az edzőkérdésen. Sajnos a vírus helyzet az mindent lelassított.
nem egyszerű most bárhonnan kimozdítani olyan edzőt, akinek szerződése van a jövő évre is. Mindenki kivár, mindenki várja azt, hogy mi lesz a helyzet egyrészt a bajnokság szempontjából is, tehát mikor indulhat újra a bajnokság, elindul-e újra a bajnokság, szeptembertől lesz a bajnokság, illetve ami még fontos, hogy mindenki kivárja azt, hogy a gazdasági helyzet az hogyan alakul. Lukács Gergely nem szakad el a pécsi vízilabdától, hiszen az utánpótlásban továbbra is szakosztályvezetőként tevékenykedik majd. Ez erre senki nem számított, meg erre nem nagyon voltunk fölkészülve, de ennek ellenére azt gondolom, hogy igyekszünk a lehető legjobban megoldani ezt az utánpótlásban dolgozó edző kollégákkal. Nyilván a felnőtt csapatban azért ott olyan tekintetben kevesebb a feladat, hogy ott kiadjuk a napi edzésmunkát, a srácok azok elvégzik. Az utánpótlásban sokkal-sokkal súlyosabb és nehezebb feladatok vannak, hiszen én azt szoktam mondani, hogy a legnehezebb feladat, vagy a legfontosabb, hogy egybe tartani az egész vízilabdás közösséget. Tehát ezeknek a gyerekeknek, aki 7 éves kortól 18 éves korig ide járnak hozzánk sportolni, a mindennapi életükben megjelenjen a vízilabda. Ha egy szárazföldi edzés keretében, akkor szárazföldi edzés keretében. De ezeken kívül rengeteg dolgot próbálunk kitalálni az edző kollégákkal, mi is gyakorlatilag minden másnap ilyen Zoomon keresztül edzői konferenciát tartunk, és akkor azt olyan dolgokat próbálunk csinálni, hogy egy mérkőzésnek megnézik a gyerekek, és adunk neki különböző feladatokat, hogy mit figyeljenek. Én szoktam ilyen taktikai edzést tartani, fölveszem magam egy kamerából, és akkor egy témakört az boncolok nekik, aztán mindenféle kérdéseket tesznek föl, tesztet az edző kollégák, úgyhogy ilyen különböző vetélkedőket, challenge-eket, tehát úgy próbálják tényleg egybe tartani ezt a vízilabdás közösséget, sokszor a szülők is beszállnak ebbe, úgyhogy tényleg én úgy gondolom, hogyha ebből majd kilábalunk ebből a válságból, akkor lehet ennek egy olyan előnye, hogyha az ember tudja ezeket az oldalakat nézni, hogy összetartja a kis pécsi vízilabdás társadalmat, úgyhogy ez most a feladat, illetve amikor majd újra nyitnak a kapuk és lehet edzeni, akkor pedig az, hogy minél több gyereket visszacsábítsunk a sport mellé. Tehát én azt gondolom egy nagy veszélynek, hogy ugye most otthon vannak a gyerekek a számítógép előtt, rádöbbennek arra, hogy gólt lehet lőni a PlayStation-ön is, és nem kell azért izzadni, és nekünk olyan munkát kell majd végezni, olyan hangulatokat kell teremteni az edzésen, hogy ők visszajöjjenek és ott is maradjanak a sport mellett, úgyhogy tényleg a mindennapokban ezen dolgozunk az edző kollégáimmal. Lukács Gergely elmondta azt is, hogy jelenleg is nagy munkában vannak. Az utánpótlásban dolgozó edzők ugyanis egy minden korosztályt érintő, átfogó edzésmódszer kidolgozását végzik. Újra kinyitott a Kártaréna Gokart stadion, igaz egyelőre egy karanténbajnokság erejéig. A külön értékelt és virtuális eredményhirdetéssel záruló futam szombaton és vasárnap 10 és 15 óra között zajlott korlátozásokkal. Hátul én egy tapasztalat, 20-as tábla, amikor a 20 méter ott a féktávnál, onnan próbálj meg fékezni, és akkor szépen tudsz bemenni a kanyarba, irányítottan nem fogsz elcsúszni. Nem mentem még azon a vezetésen. Az első 5 percen azt próbál, a többi az meg ugyanaz, de ott hátul az egy kritikus pont, mert ott nagyon sokan akarják rövidebb féktávot venni, és elcsúsznak. Vadász Péter épp az egyik új versenyzőt látja el hasznos tanácsokkal. Német Zsolt másodikként érkezett a karanténbajnokságra. A pályán egyszerre csak egy versenyző lehetett, saját bukósisakot kellett használni, illetve minden versenyző után fertőtlenítették a gokartokat. Örültem, mert idén még szerettem volna több versenyen részt venni, de ugye a helyzet miatt ugye sok mindent versenyt töröltek, ugye nem csak itt, hanem az országban több helyen, és örültem, hogy végre valahol tudunk egy pár kört menni. Ezen a vonalvezetésen nem jártam még, ezen nem mentem. Egy féktávot emelt ki, amire azt mondta, hogy figyeljek nagyon. Igyekszem. Mi a célod most ezen a mai napon? Hát egyrészt egy gokártozni egy jót. Igazából a verseny annyira, hogy most így szét van szórva, hogy de akár reggel 10-től, ugye délután 3-ig mennek a versenyek, ugye más a időjárás, biztos más lesz délután is. Más az aszfalt hőmérséklet, máshogy fog, de úgyhogy próbálok a versenyt is figyelni, de elsősorban csak a kikapcsolódás, hogy az, hogy egyet gokártozzam, az a
az a fontos ma. A mosdó és a büfé a verseny ideje alatt is zárva tartott. A karanténbajnokság mindkét nap 10 és 15 óra között zajlott. Ez most nem egy olyan szokásos verseny, ahol a legjobb idő a fontos, hanem az, hogy folyamatosan jó időt menjenek, és a legjobb átlagidőt fogjuk alapul venni. Ugye ez most egy ilyen ráhangolódás a szezonra, hogy remélem mi hamarabb felszabadul a világ, és meg fogjuk tudni kezdeni azt a szezont, amit elindítottunk. Mindig egy ember lehet a pályán, fél órás intervallumokban vannak beosztva az emberek, hiszen ugye van egy 5 perces szabadedzés, egy 20 perces futam, ugye a 20 perc alatt kell ugye a legjobb átlagidőt teljesíteniük, és akkor így nincs találkozás a pályán, mindig egy ember van itt. Ugye nyilván ugye itt a közösségi szabályokat be kell tartani a mindenkinek, és akkor ezek alapján így rendezzük meg ezt a futamot. A büfét nem szolgálunk fel, ugye semmilyen üdítőt, a WC-ket nem tudják használni. Feltétel volt, hogy mindenki hozzon saját sisakot, viszont erre már megtaláltuk a megoldást, hogy az elkövetkezendőkben, hogyha felszabadul a helyzet, akkor egy ózongenerátoros dobozban fertőtlenni fogjuk a sisakokat is. Parkolunk az most már teljes mértékben üzemkész, megvan a kerítés, le van döngölve, le van simítva az aszfalt is, úgyhogy a kerítésünk is körbe teljesen rendbe lett téve, fűnyírás is megtörtént, úgyhogy hál' Istennek most azt mondom, hogy már teljes 100%-os készenlétben vagyunk a nyitásra. Az Országos Ügyeleti Központ közben engedélyezte a pálya szigorú szabályok betartása melletti újranyitását május 1-ével. A korlátozó feltételekről a Kárt Aréna Gokart Stadion honlapján és közösségi oldalán olvashatnak az érdeklődők. 7. alkalommal rendezték volna meg idén a táltos futást Pogányban. A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás miatt azonban ezt a megmérettetést is el kellett halasztani. A szervezők a verseny tervezett idejében karanténfutást rendeztek a helyszínen. Ehhez csatlakozott dr. Cselik Bence, aki a múlt heti maratonhoz hasonlóan ezt a távot is Anyósa kertjében teljesítette. A 280-300 fő helyett a korlátozások miatt nem megszokott módon mindössze hárman vágtak neki idén a karanténtáltos futásnak Pogányban. A rendezvény egy akadály- és terepfutóverseny, melyre gyerekek és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek. Az utóbbi években 5 felnőtt kategóriát, egy táltoska futást és egy táltos plusz versenyt is hirdettek a szervezők. Idén lenne a 7. táltos futásunk. Onnan jött az ötlet, hogy annak idején elmentünk egy pár ilyen akadálytérfutó versenyre, és rájöttünk, hogy nagyon sokat kell utazni, Pécset vagy Pécs környékén nincsen, legalábbis akkor még nem volt. Ezért úgy gondoltuk, hogy megrendezzük vagy megszervezzük a saját ilyen versenyünket. Mint említettem, ez lett volna a 7., hát sajnos most az ismert egészségügyi helyzet miatt sajnos nem tudtuk megrendezni. Valószínűleg, hogy jövő tavasszal viszont bepótoljuk. Ugye igazából ma lett volna ez a verseny, és arra gondoltunk, hogy bár nem nagy tömeggel, de ketten végigfutjuk a pályát. Azt hozzá kell tenni, ugye, hogy a versenyen normál körülmények között épített és természetes akadályok vannak. Természetesen most sajnos nem sikerült felállítanunk ezeket az épített akadályokat, úgyhogy csak természetes közegben fogunk futni. A pályát általában számtalan természetes és 13-16 épített akadály nehezíti. Idén ez is másképp volt. Ezek a kezdetektől kezdve pályát építettem mindig. A pályának az összes részén kint voltam, ott kint tettem a dolgomat, és soha nem volt rá alkalom, hogy tulajdonképpen versenyzőként elinduljak. Hát most ez egy ilyen, most majdnem azt mondom, hogy remek alkalom, de hát sajnos így hozta a sors, úgyhogy most ezzel töltjük ki a dolgot, hogy most akkor én is végigfutom, és megnézem egy picit belülről is. Változott a pálya, ami a legfontosabb, hogy az irányán szoktunk változtatgatni, ugyanis ez egy kör alakú pálya tulajdonképpen hurkokkal, egyikében erre, másik évben pedig arra futottuk a változatosság kedvéért. Azon kívül minden évben fejlesztettünk akadályokat, újakat építettünk, találtunk ki, és igyekeztünk a természetes akadályokat is minél jobban kihasználni, illetve a természet adta lehetőséget. Dr. Cselik Bence, aki eddig minden évben részt vett a táltos futáson, most a múlt heti karanténmaraton után ezt a versenyt is lefutotta Anyósa kertjében. Ezúttal a Sógora is csatlakozott hozzá, hiszen az akadályok miatt a biztonság érdekében ilyenkor jobb, ha legalább ketten teljesítik a távot. 100 kört, azaz 8 kilométert futottak, és minden tizedik
kör után volt egy akadály. Négy ütemű fekvő támasz, gubia broncsfutás, kötérrázás, röngcipelés, gátak, álcaháló alatt kúszás, komposztugrás, vizesárok, asszonycipelés és autótolás. 58 perc alatt teljesítették a távot, tehát egy kis kreativitással ezt is meg lehet csinálni otthon, a kertben. Az íjászat is kárvallottja lett a vírus terjedésének. Nem csak a nyári hazai versenyeket törölték véglegesen, hanem mindkét idei világversenyt, az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot is. Utóbbit Szekszárdon rendezték volna augusztusban. A szervezőbizottságnak a jövő évben esedékes világbajnokságot tekintve a helyzeti előnye megmaradt a korábban kandidáló magyar városokkal szemben, de újra tárgyalni kell a szekszárdi önkormányzattal és a támogatókkal az általuk biztosított pénzügyi és más természetű garanciákkal kapcsolatosan. Kivárt egy jó ideig a Nemzetközi Íjász Szövetség az idei világversenyekkel kapcsolatosan, de a közeli napokban megszületett a végső döntés. Miszerint elmarad az idén mind az Európa-bajnokság, mind a világbajnokság. Ez utóbbi, mint arról korábban már beszámoltunk, a Szekszárd melletti sötét völgyben került volna megrendezésre. A világbajnokságot, ami 2020. augusztus 9-15-ig zajlott volna Szekszárdon és sötét völgyben, egy évvel később kerül megrendezésre. A pontos időpont és helyszín tekintetében még nem tudunk nyilatkozni, hiszen az eddigi együttműködőinkkel is ugye ezt meg kell beszélni, és egyességet kell kötni, hogy ezt hogyan és milyen formában tudjuk megrendezni. Tekintettel arra, hogy az idén Európa-bajnokság is elmarad, a Nemzetközi Szövetség a napokban úgy döntött, amire eddig még nem volt példa, hogy jövőre az EB és a VB együtt egy helyszínen lesz a 3D-s kategóriába. Szekszárd, amely elnyerte már az idén a rendezési jogot, ha nem áll el ettől a szándékától, jó eséllyel pályázhat újra a sporták történeti csúcsesemény megrendezésére. Még nincs meg az együttes EB-VB konkrét időpontja, a kandidálás előtt a Szekszárdi Szervezőbizottság elnökének, korábbi kitűnő íjásznak, Alexandra Maneának újra le kell ülnie tárgyalnia a szekszárdi városvezetéssel, a szponzorokkal, egyéb segítőkkel, tudják-e vállalni a világverseny megrendezésével járó költségeket az új helyzetben. Szekszárdnak ugyanis voltak és vannak is továbbra komoly versenytársai a rendezést illetően. Az eddigi együttműködőkkel, várossal meg kell kötni újra a szerződéseket. Természetesen én szeretném, hogy Szekszárdra kerüljön újra ez a óriási rendezvény, mert ez egy nagy lehetőség itt nem csak Szekszárdnak, hanem a környéknek sok mindenféle szempontból. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen gazdasági helyzet után, ami ez az újfajta koronavírus miatt ugye kialakul, pont még jól is jöhetne itt a helyi gazdaságnak. Eredetileg egri helyszínnel nyerte el a Magyar Szövetség a VB rendezését, és több idegenforgalmi vonzerővel bíró magyar város is azonnal rástartolna a rendezésre, ha újra szabad lenne a pálya e tekintetben. Vannak azért itt más városok, akik ugyanilyen jó feltételekkel rendelkeznek szakmailag, mint például akár Visegrád vagy Sopron, ahol egy ilyen világversenyt le lehet bonyolítani. Szekszárdnak az itteni íjász élet szervezettsége, sötét völgy, páratlan adottságai, a bemutatott versenypályák színvonala okán megvan az esélye arra, hogy minden idők legnagyobb íjász VB-jének legyen a helyszíne jövőre. 6 pályát terveztünk fölépíteni, 3 pályát a Tolnai Tájak Íjász Egyesület, 3 pályát pedig az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület, mind a ketten nagyon erős klubok itt Szekszárdon, és az ő szakmai munkájukkal ez egy abszolút sikeres dolog tud lenni. Ugye Szekszárd és Sötét Völgynek a specialitása az, hogy egy bázissal mind a 6 pályát föl lehet építeni. Az 1992-es szekszárdi súlyemelő Európa-bajnoksághoz hasonlóan komoly turisztikai hatása is lenne az íjász VB-nek. A kísérőkkel együtt közel 1500 ember érkezne több napra Szekszárdra, illetve környékére.
Már zajlanak a Tolnatáj televízióban futó Karantén Fitness című sorozat következő részeinek felvételei. Az otthonmaradók minden reggel és délután profi edző segítségével mozoghatnak, hogy megőrizzék formájukat. Stábunk a forgatáson járt. Kenreit Henrietta edző vezetésével a Karantén Fitness című sorozat folytatását veszi fel stábunk. Nem megerőltető mozdulatsorokból állította össze edzéstervét a fitness edző. Így kortól és nemtől függetlenül bárki, akár otthonában, a tévé előtt is elvégezheti egészsége megőrzése érdekében a mozgássort. Tehát a Csapból is azt halljuk, hogy a sportnak jótékony hatásait az edzők csak sorolják, de tényleg nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy a legfontosabb a szorongást erőzi, depressziót erőzi, blokkolja azokat a stressz hormonokat, ami főleg ebben a jelen helyzetben ugye kialakul mindenkinél. Mozgásszervi betegségeknél nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit mozgunk. Ezek az átmozgató edzések, amit a múltkor láthattak a nézők, ezek pont ilyen kíméletes mozgások voltak. Most majd tovább fogunk haladni, és alapozó edzéseket fogunk csinálni, de itt is mindenhol mutatni fogom a könnyített verziót. Tehát kortól, nemtől függetlenül férfiak, nők, gyerekek, kicsik, akár 4 éves kortól kezdve, mert tudom a visszajelzésekből, hogy a 4 éves kisgyerekek leutánozzák a mozgásformát, és nagyon-nagyon ügyesek. Egészen tényleg nyugdíjasok is, mert járnak is hozzám amúgy normál esetben nyugdíjasok is, simán végezhetik ezeket a mozgásformákat. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen, egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kenreit Henrietta. Szerinte az otthonmaradók mozgásra való motiválását is segíti a Tolnatáj televízión közvetített Karantén Fitness sorozat. Tényleg nagyon sokan nézték, én nagyon bízom benne, hogy nem csak nézték, hanem végig is csinálták ezeket a feladatokat. Megköszönték, hogy létezik egyáltalán, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy tényleg a mozgást iktassuk be a mindennapokba, mert ezt nem győzzük hangsúlyozni mi edzők, hogy a rendszeres mozgásnál fontosabb nincsen sem akkor, amikor egészségről beszélünk, sem akkor, amikor ilyen helyzet alakul ki. Tehát mindig fontos, és a fokozatosság elvét pedig be kell tartani. Ne akarjon egy 20 éve nem mozgó ember, majd most az alapozó edzés legnehezebb feladatát, nehezített feladatát megoldani, hanem próbálja fokozatosan felépíteni, én ebbe próbálok segíteni. Telefonon is jöttek visszajelzések, ugye elektronikus úton is, azon kívül, hogy megköszönték, és dicsérő szavakkal illettek, ami meglepő volt, hogy nem volt negatív komment. Tehát, hogy követhető volt, ez volt az egyik, hogy abszolút követhető, hogy mindenki számára elsajátítható volt, és hogy élvezhető volt. Én próbálok figyelni arra, hogy majd egy kis instrukcióval és több mosolyjal még több embert felállíthassak a kanapéról. Az edző felhívta a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. A Tolnatáj televízió adásában hétköznaponként reggel 8 órától nézhető a Karantén Fitness edzéssorozat, illetve bármikor visszanézhető a Tolnatáj televízió YouTube csatornáján vagy Facebook oldalán. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!